A MÁV 5 vidéki területi igazgatósága saját régiójában, saját munkaerő bevonásával, üzemeltetési forrás felhasználásával koncentrált karbantartási munkálatokat végez. Ennek célja, hogy az utas forgalmi területek esztétikailag megújuljanak, és sokkal barátságosabb környezetben várhassák az utasok az érkező és az induló járatokat. A Törökszent Miklóstól Záhonyig több megyére is kiterjedő vasúthálózatot üzemeltető debreceni pályavasúti területi igazgatóság kollégái a Hajdú-Bihari megyeszékhely mellett idén 39 másik állomáson is megállóhelyen dolgoznak. Az elvégzendő feladatok között szerepel a fém és fa felületek festése, a vakolatok megújítása, az állomási kiskertek rendbetétele, füvesítése, virágosítása és további kisebb karbantartási feladatok elvégzése. Valamennyi állomáson megújulnak a kerékpártárolók is. Mindegyik állomáson a MÁV saját forrásából valósítja meg ezeket a felújítási munkákat. Eddig 18 állomáson fejezték be a munkálatokat, és összesen 10 000 munkaórát töltenek azzal, hogy ezt a közel 20 állomást megszépíthessék. Tiszafüreden és Poroszlón, ott a vasútállomás utasforgalmi területeinek szépítésében az önkormányzatokkal közösen vesz részt a vasúttársaság. A többi helyszínen a munkavállalói a vasúttársaságnak körülbelül november végére készülnek el a karbantartási feladatokkal. A MÁV Inform szóvivője kiemelte, a munkálatok a vonatforgalmat nem érintik, az állomásokon ugyanúgy biztosított a jegyvásárlás lehetősége és a várótermi szolgáltatás az utasok részére. A tervek szerint év végéig befejeződnek a munkálatok többek között Ajakon, Demecserben, Nyírbátorban, Nyírbogdányban, Rakamazon, Sóstóhegyen és Tuzséron is.